Áder János Magyarország köztársasági elnöke és felesége Herceg Anita április 18-án jelentették be azon szándékukat, hogy alapítványt hoznak létre a koronavírus járványban árván vagy félárván maradt gyerekek megsegítésére, mondta el a budapesti Sándor palotában tartott sajtótájékoztatón Áder János. A magyar köztársasági elnök kiemelte, a bejelentés óta eltelt időszakban a rászoruló gyerekek száma is növekedett. Akkor még 400 családról és valamivel több mint 600 gyermekről tudtunk. Tehát 400 érintett családról és 600 árván vagy fél árván maradt gyermekről tudtunk. Ma sajnos a, az adatok ennél sokkal rosszabb képet mutatnak, hiszen több mint 600 érintett családról tudunk, és közel 1000 egészen pontosan 952 gyermekről, árván vagy félárván maradt gyermekről tudunk. Herceg Anita, a Regőci Alapítvány kuratóriumi elnöke is megköszönte az eddigi támogatásokat. Kiemelte, Magyarországon a rendszerváltás óta kialakultak olyan karitatív szervezetek, amelyek országos hálózattal rendelkeznek, és az emberek részéről is egy bizalom tapasztalható feléjük, ami példaértékű. Az alapítványt mi úgy szeretnénk működtetni, hogy ameddig csak lehet, az apparátus működtetésére ne kelljen pénzt fordítanunk, tehát ha 1000 forint adomány érkezik az alapítványhoz, mindaz 1000 forintot, ameddig csak lehet a... Érintett gyermekeknek el tudjuk juttatni. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, az alapítvány névadójáról szólva elmondta, Regőci István atya sokszáz árva, félárva gyereknek adott otthont lehetőséget a felnevelkedésre és általában az életbe maradásra is. Egyik fejezetben Regőci atya azt írja, hogy a belügy emberei fegyvert kerestek nála, mire a válasza az volt, egy fegyverem van a kereszt. Mi a karitatív tanács tagjaiként kereszt alatt vagyunk mindannyian, hiszen a Vöröskereszt, a most 140 éves Vöröskereszt is, és a többi öt egyházi szervezet is a kereszt tövében, ha szabad, így jöttünk össze, és ennek szellemében tesszük a munkánkat, így fogjuk segíteni ezt a közös megállapodást is. Az eseményen részt vett, és az együttműködési dokumentumot aláírta még Kardos István, a Magyar Vörös főigazgatója, Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója, Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke, Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöki igazgatóhelyettese, Juhász Márt a Református szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, és Lázár Alpár a Magyar Máltai szeretetszolgálat ügyvezető helyettese.